Trump győzelmeit hozták a szuperkeddi előválasztások. Joe Biden is nyert ugyan, de már látszik, hogy sok szavazót vesztett az elnök. Elkezdődik a gyermekvédelmi intézmény vezető pszichológiai vizsgálata. A cél, hogy minden pedofil börtönbe kerüljön. Egymás után két kamion is elgázolt egy gyalogost Kecskeméten. A férfi az úttesten sétált a sötétben. Nem élte túl a kettős gázolást. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Jakab Szintia vagyok, jó napot kívánok! Túl vagyunk az amerikai előválasztás legsűrűbb napján, a szuperkedden. Gyakorlatilag itt dőlt el, hogy idén ősszel kik szállnak ringbe az Egyesült Államok elnöki tisztségért. Donald Trump és Joe Biden is győzött, vagyis nem történt meglepetés, de azért érdemes lesz belemenni egy kicsit a részletekbe. Ebben lesz a segítségünkre Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a tisztelt nézőket is! Mielőtt még belemennénk az eredmények elemzésébe, térjünk ki egy kicsit arra is, hogy a demokrata irányítású államokban jogi eszközökkel el akarták tiltani Trumpot az indulástól. Végül azonban a legfelsőbb bíróság a korábbi döntést megsemmisítette. Mi történt akkor pontosan? Hát valóban erről van szó, a demokraták megpróbálták sok eszközzel próbálják megakadályozni azt, hogy Donald Trump egyáltalán elindulhasson a választásokon, és ezek közül az egyik eszköz volt az, hogy egész egyszerűen levették a nevét a szavazólapokról, megpróbálták levenni. Ez történt például Colorado államban, de Maine államban is. A colorado-i döntés került a legfelsőbb bíróság elé, ahol egyhangú döntés született 9-0 arányban a legfelsőbb bírák részéről, amely ezt megtiltotta, de nem csak Colorado-nak tiltotta meg, hanem az összes államnak megtiltották, és nem csak az előválasztások idejére, hanem a novemberi választások idejére is. A döntésnek nagyon komoly súlya van, elsősorban azért, mert a liberálisnak tartott bírók is kiálltak tulajdonképpen az amerikai polgárok azon joga mellett, hogy szavazhassanak arra az emberre, akire szeretnének, és ezt ne lehessen adminisztratív eszközökkel meggátolni. És nagyon fontos üzenet ez a jelenlegi liberális elitnek, hogy ezeket a módszereket nagyon úgy tűnik, hogy a legfelsőbb bíróság nem fogja tűrni. Ez tulajdonképpen egy pozitív előjel Trump szempontjából az összes többi jogi herceurcával kapcsolatban is, ugyanis hát nem utolsó sorban például börtönbe akarják zárni a demokrata ügyészek Donald Trumpot bizonyos államokban. Nagyon valószínű, hogy ez az üzenet arról szól, hogy a teljes legfelsőbb bíróság 9-0 arányban egész egyszerűen nem engedi, hogy ez történjen. És akkor folytassuk a lényeggel, az eredményekkel és azok elemzésével. Kezdjük talán a demokratákkal, azért is, mert itt aztán végképp semmilyen versenyről nem beszélhetünk. Joe Biden lényegében egyedül indul az újraválasztásért. A kihívói, akik szerepelnek még a szavazó cédulákon, ők egyáltalán nem rúghatnak labdába, és nem is az a céljuk, hogy elnökök legyenek. Itt láthatjuk a térképen azt világos kékkel, ahol már voltak demokrata előválasztások, illetve sötét kékkel azokat az államokat, ahol most kedden tartottak előválasztásokat. Minden Joe Biden nyert meg nyilvánvalóan. Ha áttérünk a republikánusokhoz, akkor láthatjuk, hogy ezekben az államokban már voltak republikánus előválasztások, és ezekben az államokban Donald Trump nyert. Az eddigi versenyek közül összesen egyetlen egyet sikerült Nikki Haley-nek megnyerni. Washington DC-ben is tartottak egy előválasztást, az ország legdemokratább környéke, ott Nikki Haley nyert. Itt sötét pirossal látjuk azokat az államokat, ahol ma szuperkedden tartottak a republikánusok előválasztást, és láthatjuk, hogy 22 arányban vezet az eredmények alapján Donald Trump. Itt az 20 államot nyert meg Donald Trump, 2-t Nikki Haley, illetve egyszer a fővárosban, DC-ben, illetve most kedden Vermontban sikerült győzedelmeskednie. Nagyon kis 4%-os fölényt ért ott el Donald Trump-al szemben. Az ország összes többi államában, ahol tartottak előválasztást, a Donald Trump nyert, nem ritkán 70% fölötti eredménnyel. Úgyhogy itt egy tarolásról, földcsúszamlásszerű győzelemről kell beszélnünk. Tarol tehát Donald Trump, mi pedig kapcsolunk a tengeren túlra Washingtonba Nárai Balázshoz, ott még nagyon korán van, reggel 6 óra, de az amerikai internet már tele van az eredmények értékelésével. Mit írnak?
Jó reggelt kívánok, illetve jó napot kívánok. Így van, nagyjából reflektálnak azokra, vagy azokra utalnak, amelyekről a szakértő az előbb beszélt. Tehát a legfontosabb és a legtöbb elemzés kommentár azt írta, hogy biztossá válik a visszavágó Joe Biden és Donald Trump között a novemberi elnökválasztáson. Már egy novemberi főpróba volt, vagy hogy az igazi kampány most kezdődik majd. És igen, egyfajta főpróba volt, hiszen az egész ország választási lázban égett, egy hosszú választási éjszaka után van az ország, és hogy aktívak voltak a választók, mutatják a részvételi adatok, hiszen jóval nagyobb volt az aktivitás a republikánusoknál, mint nem 4, de 8 évvel ezelőtt, a demokratáknál viszont kisebb, mint 4 éve, fele harmada annyi ment el a választóknak most az előválasztásra, talán ez reflektál, mutatja azt is, hogy a demokraták nem nagyon látnak tétet, hiszen Joe Biden megválasztása biztos. Az elemzések, a cikkek arról írnak, hogy igen, Donald Trump számára most már az a feladat, hogy a republikánus pártot egyesítse, egységesítse, és Nikki Haley híveit megszólítsa, képes legyen erre, hiszen kemény oda-vissza üzenetváltások voltak az elmúlt hetekben, hónapokban közöttük. Erre reflektál Donald Trump beszéde is, győzelmi beszéde, hiszen saját programját ismertette, és nem Nikki Haley-vel foglalkozott, hanem már novemberre tekintett előre. A tapasztalatok is azt mutatták a választó szavazóhelységnél, ahol én kint voltam tegnap, hogy aktívak a választók, folyamatosan jöttek, igaz, nem volt hosszú sorbanállás Virginia államban, de sokan jöttek, sokan érkeztek, és egyre többeknek ott volt a pulóverén, kabátján az a én szavaztam matrica, amit az Egyesült Államokban szokás, hogy aki választ, az kap egy matricát, hogy leadta a szavazatát, élt a szavazati jogával. Tehát egy igazi-igazi választási láz volt, és folytatódnak az előválasztások, de már az elemzések, a cikkek, az értékelések alapján ezek az előválasztások inkább már novemberre mutatnak, és nem azt a tétet mutatják, vagy választ adnak arra a tétre, hogy ki lesz az elnökjelölt, hanem arra, hogy mi lesz, mi történik majd november 5-én itt az Egyesült Államokban az elnökválasztáson. Nárai Balázsnak köszönjük, hogy amerikai idő szerint ilyen korai órában is itt volt velünk. Nagy napnak nevezte a szuperkeddet Donald Trump, miután értékelte a tegnapi eredményeket. A republikánus jelölt azt mondta, olyasmit fog tenni, amire korábban senki nem volt még képes. És Joe Biden is megszólalt az eredmények után, aki sajátos módon üzent a demokrata párton belüli kritikusainak. Azt mondta nekik, idézem, olvassák inkább a New York Times-t. Támogatók százai előtt sétált fel a színpadra a floridai Palm Beach-en található Mar-a-Lago-ban Donald Trump, aki egyértelmű győzelmet aratott a szuperkeddi választáson. A volt elnök köszönetet mondott a szavazatokért, és nagyszerűnek nevezte a választás napját. Nem véletlenül hívják ezt a napot szuperkednek, ez egy nagy nap, és a szakértők azt mondják, soha nem volt még ilyen meggyőző. Egy csodálatos este volt, hihetetlen időszakon vagyunk túl, ami az ország történelmét illeti. Sok szempontból szomorú időszakon, ami azonban azt gondolom inspiráló lesz, mert olyasmit fogunk tenni, amire már régóta senki sem volt képes, fogalmazott Donald Trump. A republikánus politikus beszédében az ország előtt álló egyik legfontosabb feladatnak nevezte a határok lezárását az illegális bevándorlók előtt. Úgy fogalmazott, egy migrációs invázió keretében milliók támadják meg az Egyesült Államokat. A republikánus előválasztáson Trump a vártnál is fölényesebben győzött. Még a keleti parti Virginia államban is nyert, ahol az előrejelzések esélyt mutattak Nikki Haley győzelmére. A volt dél-karolinai kormányzó csak az észak-keleti Vermont államban kerekedett felül. Trump Észak-Karolinában a voksok csak nem 74, Alabamában pedig több mint 83%-át söpörte be. Colorado államban, ahol hétfőig az sem volt biztos, hogy a Trumpra leadott voksokat figyelembe lehet-e venni, több mint 60%-os támogatottságot ért el a volt elnök. Haley egyelőre nem jelentette be, hogy kiszáll az elnökjelölti versenyből, bár a súlyos vereségét követően személyesen nem jelent meg a támogatói előtt. A volt ENSZ nagykövet stábja egy közleményben azt írta, megtiszteltetés számukra, hogy amerikaiak milliói támogatták a jelöltjüket. A demokrata párton belül is egyértelmű a verseny, ugyanis a szokásjog alapján a hivatalban lévő elnök újraindulása miatt vele szemben nem indulnak esélyes kihívók.
Így Joe Biden támogatottsága elsöprő az előválasztási folyamatban, ez meglátszott a szuperkeddi voksoláson is. Bár az elnök mind a 15 államban nyert, Biden számára aggodalomra adhat okot, hogy több helyen is magas szavazati arányt szerzett az úgynevezett el nem kötelezett jelölt. Minnesota államban például csaknem 19% szavazott a jelképes jelöltre, rá azok adhatják le voksukat, akik nem elégedettek a párt jelöltjeivel. Ezen kívül voltak olyan államok, ahol Biden két kihívója együtt a szavazatok 10%-át kapta. Elemzők szerint ezek a szavazók nem Marianne Williamson vagy Dean Phillips támogatása miatt döntöttek így, hanem mivel nem lehet minden államban az el nem kötelezett delegáltra szavazni, így a protest szavazók más jelöltet választottak ehelyett. Joe Biden arra az újságírói kérdésre, hogy mit üzen azoknak a demokrata szavazóknak, akik aggódnak az eredmények miatt, azt mondta, olvassák a New York Times-t. A szavazási eredményeim, megnyertem az utolsó 5 szavazást, amiről önök nem számoltak be. 5-öt egymás után. Srácok, nem olvassátok a The New York Times-t, pedig egy nagyszerű újság, fogalmazott az elnök. Közben egyre több elemző figyelmeztet arra, hogy az amerikai szavazók szerint Joe Biden nem alkalmas az Egyesült Államok további vezetésére. Sokan egyszerűen már túl öregnek tartják a 81 éves politikust. Folytatjuk Koskovics Zoltánnal. Összesen 2429 republikánus küldötti hely van. Ebből a szuperkedden 865 talált gazdát. Miért fontosak itt a számok, és mi a küldöttek szerepe? Ugye az M1 híradójában már többször beszéltünk arról, hogy a küldöttek fogják majd az elnökjelölő kongresszuson, a konvención nyáron megválasztani az adott pártnak az elnökjelöltjét. Egyszerű többséggel kell megválasztani az elnökjelöltet, tehát a varázsszám az tulajdonképpen 1215. Ennyit kell a republikánus jelöltnek megszereznie ahhoz, hogy valóban a párt hivatalos jelöltjévé avanzsáljon majd a nyári konvenció után. A mai napon 865 delegátus sorsáról döntöttek a szavazók, de már korábban is voltak előválasztások, ugye? És ez a kiinduló állapot, erről mentek fel a jelöltek számai a mai nap folyamán. Még nem tudjuk, hogy a ma kiosztott delegátusok közül mindegyiket, hogy melyik jelölthöz fogják majd kapcsolni. 141 kérdéses hely volt még körülbelül egy órával ezelőtt, de ebből is látszik, amit már akkor tudtunk, hogy Donald Trump előnye óriási. Azóta volt már egy frissítés, és azt tudom mondani, hogy a 141 egyelőre ki nem osztott hely közül, körülbelül 8-1 arányban Donald Trump szerzi meg ezeket a jelölteket, úgyhogy a mai nap folyamán még tovább fog növekedni Donald Trump előnye, és minden valószínűség szerint át fogja lépni az 1000-es számot, ami azt jelenti, hogy durván egy olyan 200-ra meg fogja közelíteni a mágikus számot, az 1215-öt, amivel tulajdonképpen kijelenthetjük már, hogy matematikailag is megnyerné a versenyt. Nikki Haley számára pedig attól tartok, hogy hát le kell mondani a konzekvenciát, matematikai esélye talán még van, de egy reális esélye egyáltalán nincs. Azt tudni kell, hogy Nikki Haley kampánya tulajdonképpen egy szűkszavú nyilatkozaton kívül semmit nem mondott a szuperked eredményei óta, de igaz az, hogy Amerikában jelenleg még nagyon korán reggel van. Azt mondják azok az elemzők, akik nagyon régóta követik az amerikai politikai életet, hogy egy jelölt csak akkor lép vissza, hogyha elfogyott a kampánykassa. Nikki Haley-nél ez a helyzet jelenleg még nem áll fönn, tehát pénze éppen lenne, de a számok mutatják, hogy teljesen reménytelen helyzetben van. Több közvéleménykutatás is készült már az idén. Mik az előrejelzések? A novemberi választásokkal kapcsolatban is rengeteg közvéleménykutatás született már. A különböző közvéleménykutató cégek, illetve nagy tévétársaságok, nagy újságok, azok rendszeresen hoznak nyilvánra mindenféle előrejelzéseket. A térkép, amit látnak, az a CNN-től kölcsönöztük, az egyik a sok hasonló térkép közül. Sötét színben látszódnak azok az államok, amelyeknek a szavazatait biztosra veszik a szakértők, világosabb színnel azokat, amiket valószínűsítik. Fehérrel pedig azok az államok, ahol egész egyszerűen nem lehet eldönteni, hogy melyik jelöltre fognak szavazni, a republikánusra vagy a demokratára. Most, hogyha megnézzük ezeket az előrejelzéseket, akkor körülbelül azt a képet látjuk, hogy jelenleg Donald Trump előnye egészen óriási,
Joe Bidenhez képest, hiszen 270 elektori szavazat szükséges ahhoz, hogy valaki elnyeri az Egyesült Államok címét, elnöki címét, és hogyha összeadjuk a különböző államoknak az elektori szavazatait, akiket vagy biztosan Donald Trump neve mellé sorolunk, vagy nagy valószínűséggel, akkor az meghaladja a 270-272. Joe Biden pedig nagyon-nagyon távol áll ettől a 270-es mágikus számtól, és azért azt vegyük figyelembe, hogy ennél az eredménynél nem vették figyelembe azokat az államokat, amelyeknél nem tudjuk megmondani, hogy mi a valószínű végkifejlet. Csak azokat, ahol jó eséllyel van valószínűsítették. Tehát jelenleg óriási az előnye Donald Trumpnak, már ami az elektori szavazatokat illeti. Az általános közvéleménykutatásokban is mindegyikben Donald Trump vezet, hol 3 ponttal, hol 8 ponttal, de azt tudnunk kell, hogy nem az összesített szavazatarány dönt, hanem az államokban külön-külön összesítik, és éppen ezért ez a sokkal fontosabb adat. Viszont azt is el kell mondani, hogy november 5-én választanak az Egyesült Államokban elnököt, nem pedig ma. Úgyhogy a mai előnyt, ezt még meg kell tartani. Addig is még folytatódnak az előválasztások. Hogyan tovább? Márciusban még számos előválasztás, számos államban tartanak előválasztást, március 12-én, illetve 19-én lesz majd egy nagy hullám. Itt vannak azok az államok, ahol már lezajlottak ezek a versenyfutások, és hamarosan megjelennek majd azok az államok, ahol a közeljövőben fognak a republikánusok előválasztást tartani, és demokratákkal nem foglalkozunk, mert ott tényleg a biztosra vehető Joe Biden győzelme. Tehát 12-én ebben a 3 államban lesz előválasztási harc, és utána 19-én pedig minden valószínűség szerint Donald Trump már matematikailag is megszerzi a biztos győzelmet, tehát át fogja tudni lépni az 1215-ös bűvös küldötti számot. Koskovics Zoltánnak, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzőinek köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és elemezte az eredményeket, és akkor várjuk vissza a következő előválasztás eredményeivel is. Így legyen, köszönöm szépen, szép napot kívánok! Kétnapos kongresszus kezd ma Bukarestben az Európai Néppárt. A jobbközép pártcsalád a román fővárosban csúcsjelöltnek választja Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét. Kapcsolunk Brüsszelbe a közmédia uniós központjába Baracka Eszterhez. Mivel a néppárt vezet az uniós közvéleménykutatásokban, a mostani kongresszus kiemelt figyelmet kap a választási kampányban. Mire számíthatunk Bukarestben? Jó napot kívánok! A csúcsjelölt személyével kapcsolatban lévén Ursula von der Leyen az egyetlen jelölt a néppártnál erre a posztra, nagy izgalmak biztos nem lesznek, sőt, mivel a néppárt vezeti jelenleg a közvéleménykutatásokat, sokan már azt is késztényként kezelik, hogy Ursula von der Leyen még egy ciklust lehúzhat majd az Európai Bizottság élén. Erre egyelőre nem lehet mérget venni, hiszen a jelölés joga az európai tanácsé, de hogyha azt figyelembe vesszük, hogy várhatóan annál az asztalnál majd 12-13 néppárti állam, illetve kormányfő ül, akkor ez mindenképpen nagy erőt jelent. És a jelek arra mutatnak, hogy ezt tulajdonképpen a szocialisták is elfogadták, kénytelenek voltak elfogadni. A római kongresszuson egy olyan csúcsjelöltet választottak, aki semmiképpen nem mondható ismertnek és nehéz súlyú politikusnak, a luxemburgi Nicolas Schmittről van szó. A körül biztos vita alakul azonban majd ki a néppárt és a szocialisták között, hogy kiket jelöljenek az uniós intézmények élére. A néppárt ugyanis a nagy előny birtokában a 4 csúcsposztból, csúcs tisztségből 3-at magáénak szeretne, a bizottság, a parlament elnöki tisztségét, sőt az unió külképviselőjét is a néppárt szeretné adni, ami eddig a szocialistáké volt. Eddig a hagyományosan a 3 legnagyobb pártcsalád osztozott ezeken a tisztségeken, így jelen pillanatban is van uniós vezetője az Európai Néppártnak, a szocialistáknak és a liberálisoknak, most azonban borulhat a papírforma, és a liberálisok az eddigi 3. hely helyett visszacsúszhatnak a választáson a 4. vagy az 5. helyre, elvileg tehát a helyettük befutó valamelyik jobboldali frakciónak kellene adnia valamilyen csúcstisztséget, de mint mondtam, ez nincs leírva, csak egyfajta hagyomány. Az európai jobboldal előretörése egészen biztosan, hogy választásokat, változásokat hoz majd más téren is. A 2 jobboldali frakciónak ugyanis
A mostani számítások szerint várhatóan több mint 170 képviselői helye lesz, tehát nem lehet őket majd figyelmen kívül hagyni, és az Európai Néppárt mutatott jeleket arra, hogy ezt nem is fogja megtenni. Ursula von der Leyen néhány héttel ezelőtt személyesen tett utalást arra, hogy kész együttműködésre az európai konzervatívokkal, bizonyos feltételekkel. Erre egyébként vannak tagállami példák is, illetve a másik frakcióval való együttműködésre is. Svédországban vagy Finnországban vagy Olaszországban, illetve Csehországban két ilyen jobboldali párt közös listán indul majd. Ez heves reakciókat váltott ki a baloldalon. A római kongresszusokon úgy fogalmaztak a hétvégén, hogy a néppárt jobbra tolódik, és ez veszélyezteti az európai projektet. A néppárt válasza az volt, hogy mindez csak a baloldal kétségbeesett segélykiáltása. Tény azonban, hogy a néppárt eddig a szocialistákkal olyan kényelmes többséggel rendelkezett, illetve kisebb baloldali frakciókkal, hogy ők határozták meg az európai jogalkotást, vagyis az történt, amit ők akarnak. Most azonban ezeknek a kisebb frakcióknak a visszaesése, várható visszaesése miatt úgy tűnik, hogy ebből a baloldal kiszorulhat. Baracka Eszternek köszönjük szépen a jelentkezést. Orbán Viktor a Sándor palotában kereste fel Súlyog Tamás köztársasági elnököt, közölte a miniszterelnök sajtófőnöke. Havasi Bertalan elmondta, a kormányfő és az államfő rendszeresen fognak konzultálni egymással a Magyarország szempontjából legfontosabb geopolitikai, európai és belföldi ügyekről. Szerbia a legjobb bizonyíték arra, hogy egy szomszédos országgal való jó kapcsolat első számú nyertese az ott élő magyar közösség. Ezt mondta Szijjártó Péter, miután Pásztor Bálinttal, a VMS elnökével találkozott. A külügyminiszter hozzátette, a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére a magyar kormány egy átfogó gazdaságfejlesztési programot hajtott végre a Vajdaságban, amelynek nyomán 170 milliárd forintnyi beruházás valósult meg mostanáig. Minél jobb a kapcsolat egy szomszédos országgal, annál jobb a helyzete az adott országban élő magyar nemzeti közösségnek. És a vajdasági magyarok bizonyították azt is, hogy helyes, hogyha a határon túli magyar nemzeti közösséget erőforrásnak tekintjük az adott országgal felépített kétoldalú kapcsolatok tekintetében. Magyarország a jövőben is minden segítséget megad Bosznia-Hercegovina Európai Uniós integrációs törekvéseihez. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter bosnyák kollégájával való közös tájékoztatóján. Szijjártó Péter hangsúlyozta, az Európai Unió egyre rosszabb formába kerül, ahonnan a kiutat egy új lendület jelenteni, amely a Nyugat-Balkáról jöhet. Hozzátette, a magyar elnökség fontos célja a bővítés felgyorsítása, és hogy megindulhassanak Bosznia-Hercegovinával a csatlakozási tárgyalások. Mi pontosan tudjuk, hogyha a nyugat-balkáni térség biztonsági kihívásokkal szembesül, akkor attól nem csak maga a térség, hanem a komplett Európai Unió biztonsági helyzete is romlani fog. Ezért az Európai Uniós elnökségünk során a bővítés felgyorsítása mellett az illegális migrációval, az embercsempész bandákkal szembeni fellépés is ott lesz a prioritásaink között. Ezzel segítünk nem csak magunkon, nem csak az Európai Unión, hanem a Nyugat-Balkán országain is. A napokban elkezdődnek a vizsgálatok a gyermekvédelmi intézmények vezetőinek pszichológiai alkalmasságáról. Erről beszélt a belügyminisztérium államtitkára a ma reggelben. Rétvári Bence azt mondta, a vizsgálatok az összes gyermekvédelmi intézményre vonatkoznak. Kiemelte a kormánynak, minden gyermek ugyanolyan fontos, és a cél, hogy minden pedofil börtönbe kerüljön. A gyerekeket meg kell óvni. Ezért volt fontos a korábbi szigorítás, ezért fontos, hogy ma már 8-szor annyi pedofil ül börtönben, mint a kormányzásunk elején. Akkor 81-en voltak börtönben, most 663-an vannak. Ez annak köszönhető, hogy szigorúbbak a büntető jogszabályok. Nem az elkövetőknek adnak kibúvási lehetőséget, hanem az áldozatokat védik. És ilyen szigor mellett sikerült több pedofilt börtönbe juttatni, és hasonló szigor jött a gyermekvédelmi intézményeknél, de ezt tovább kell erősíteni, és az is nagyon fontos, hogy ez az első lépés, tehát itt továbbiak fogják követni.
A gazdasági együttműködés és fejlesztési szervezet szerint a magyar gazdaság idén visszatér a növekedési pályára. Ezt mondta Varga Mihály az OECD hazánkról készült tanulmányának bemutatásán. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, a szervezet olyan állításokat fogalmazott meg a jelentésében, amivel a magyar kormány teljes mértékben egyetért. Példaként említette az oktatási célú kiadások növelését, a zöld átmenet szorgalmazását, az államadósság csökkentését, vagy az infláció letörését. A Karmelita Kolostorban fogadta kedden Orbán Viktor a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet főtitkárát. A tárgyaláson a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az OECD egyike a pragmatikus és józanészen alapuló megközelítést alkalmazó nemzetközi platformoknak, valamint hozzátette azt is, hogy az elmúlt években az OECD értékes partnere volt Magyarországnak abban is, hogy felkészüljön az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetésekre az uniós források ügyében. A főtitkárral Szijjártó Péter is találkozott. A külgazdasági és külügyminiszter a tárgyalások után azt mondta, vissza kell hozni az észszerűséget és a normalitást a világgazdaságról való gondolkodásba, amiben az OECD-nek fontos szerepe lehet. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Kelet és Nyugat között egy kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés legyen, egy olyan együttműködés, amely egy egységes, tisztességes versenyre alapuló világkereskedelmet, világgazdaságot feltételez. Nem szabad korlátozni az adórendszerek versenyét. Az OECD azzal számol, hogy a magyar gazdaság az idei évtől visszatér a növekedési pályára. Erről pedig már szerdán beszélt a pénzügyminiszter a szervezet Magyarországról szóló tanulmányának bemutatásán. Varga Mihály hangsúlyozta, a magyar gazdaságról készült OECD jelentés egy magas színvonalú tanulmány, a meghatározásai pedig megegyeznek a kormány által kitűzött célokkal is. Ahogyan az ország jelentésből kirajzolódó képpel is egybecseng, Magyarország az idei évtől fokozatosan visszatérhet a válságok előtt megszokott egyensúlyi növekedési pályára. Csökkentjük az államháztartási hiányt, csökkentjük az államadósságot, javítjuk az egyensúlyi mutatókat. Az inflációt leszorítottuk, a januári adat már 3,8% volt, gondoljuk csak bele, hogy az egy évvel ezelőtti 25,7%-hoz milyen gyors, rapid csökkentés történt. A pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy az OECD jelentésében olyan dolgokat fogalmazott meg, amivel a magyar kormány teljes mértékben egyetért. Ilyen például az oktatási célú kiadások növelése, a zöld átmenet szorgalmazása vagy az államadóság csökkentése. Varga Mihály hangsúlyozta, még az Európai Bizottság is azzal számol, hogy a magyar gazdasági növekedés lehet az egyik legmagasabb 2025-ben a tagállamok között. Ehhez persze, tette hozzá a pénzügyminiszter, az is hozzájárul, ha a hazánk maradéktalanul megkapja a neki járó uniós forrásokat. Elismerte a Momentumos Hajnal Miklós, hogy EP képviselőik Magyarország megbüntetésén dolgoztak Brüsszelben. A baloldali párt országgyűlési képviselője egy interjúban arról beszélt, Cseh Katalin és Donát Anna munkájának is az eredménye az, hogy hazánk ellen több eljárás is indult az elmúlt években. Két nap alatt Hajnal Miklós a második, aki elszólta magát. Egy hétfőn kiszivárgott felvételen Karácsony Gergely korábbi tanácsadója, az Action for Democracy-t vezető Korányi Dávid beszélt arról, hogy a budapesti városvezetéssel közösen próbáltak meg nyomást gyakorolni az Európai Bizottságra annak érdekében, hogy Magyarország ne kapjon uniós forrásokat. Nekik abban komoly szerepük volt. Komoly szerepet vállaltak a Momentum EP képviselői abban, hogy Magyarország ne kapja meg a hazánknak járó uniós támogatásokat. Ezt mondta a Momentum elnökségi tagja az ATV stúdiójában hétfőn. Hajnal Miklóst a műsorvezető arról kérdezte, milyen ígéreteik és terveik vannak Brüsszelben. A Momentum országgyűlési képviselője ekkor szólta el magát. Miközben a hazánk ellen indított eljárások fejleményeit eredménynek nevezte, azt mondta, a forrás megvonások Cseh Katalinnak és Donát Annának is köszönhetők. A Momentum két EP képviselője, Donát Anna és Cseh Katalin, egy csomó olyan dolgot csinált az elmúlt 5 évben az Európai Parlamentben, amiről azt gondoltuk volna korábban, hogy nem megvalósítható. Például szerintem korábban senki nem gondolta volna azt, hogy Magyarországgal szemben indulhat jogállamisági eljárás, kötelezettségszegési eljárás. Erre korábban... csomó volt már, azt tudja. Hát igen, de az egy másik kérdés, hogy ez milyen következményekkel járt, és ugye most egy több mint másfél éves folyamat volt, amíg egyetlen kormány el tudta érni, hogy jöjjenek az uniós
pénzek, tehát ilyen súlyos következménye még akkor nem volt. És úgy gondolja, hogy ezt a két LP képviselőknek köszönhetjük? Azt gondolom, hogy nekik abban komoly szerepük volt, hogy ezt, ez így alakul. És azt is tudja, hogy most nagyon sokan azt mondják a nézőink közül, hogy ez hazárulás? Mert akkor ezek szerint a két EP képviselő miatt nem jutott hozzá Magyarország az Európai Uniós forrásokhoz? Biztos van, aki így gondolja. Hajnal Miklós rövid időn belül a második, aki elismeri, hogy a baloldali politikusok Magyarország ellen dolgoznak Brüsszelben. Karácsony Gergely korábbi tanácsadója egy hétfőn kiszivárgott videófelvételen beszélt arról, hogy a főpolgármesterrel közösen lobbiztak az Uniónál a magyar érdekek ellen. Magyarország esetében Budapest fővárossal próbáltunk nyomást gyakorolni a kormányra és az Európai Bizottságra, amikor a magyar forrásokról, a nemzeti tervekről tárgyaltak, fogalmaz Korányi Dávid. A magyar baloldal tiltott külföldi kampányfinanszírozását bonyolító Action for Democracy ügyvezetője ezután több olyan kulcsfontosságú körülményre is kitér, amelyet korábban cáfolt a szervezet. Vannak kapcsolataink az amerikai kormányzati emberekkel, Brüsszelben európai biztosokkal és így tovább. Ez azért is van, mert politikai lobby tevékenységet is végzünk, hangzik el a videón. A felvételek kiszivárgása óta az Action for Democracy azt sem cáfolta, hogy a baloldali akna munka mögött a magyar származású spekuláns Soros György állhat. Sőt, arról, hogy az NGO támogatásai jó részt a milliárdostól származnak, a szervezet több kuratóriumi tagja is beszélt. Guruló dollárok a teljes tagadástól az önleleplezésig. Erről ír most a Mandiner. A lap úgy fogalmaz, hiába próbálták cáfolni Korányi Dávidék, hogy a baloldali pártok kampányát finanszírozták. Az amerikai szervezet egyes prominensei leleplezték saját működésüket, és azt, hogy számos országban, így hazánkban is beavatkoztak a belpolitikai eseményekbe. Korányi Dávid az egyik nyilvánosságra került interjú részletben azt is elismeri, hogy a különböző országokban végrehajtott befolyásolási akciókat konkrét elvárások alapján készítették elő. Gyanúsítottként hallgattak ki egy embert a NAV nyomozói, Karácsony Gergely előválasztási kampányát finanszírozó 99 mozgalom 500 milliós mikroadományaival kapcsolatban, írta meg az Origó. A lap szerint a gyanúsított valójában Perjés Gábor, aki Karácsony Gergely egykori mozgalmának hivatalos képviselője. Emlékeztetnek rá, hogy Perjés Gábor 2021. augusztusa és 2022. szeptembere között összesen 19 alkalommal készpénzben fizetett be 506 millió forintnyi összeget a szervezet számlájára, döntően euróban és angol fontban. A portál azt is hangsúlyozza, hogy ez idáig sem Karácsony Gergely, sem a gyanús ügyletek más érintettjei nem adtak magyarázatot a pénz valódi forrására. Az űripar egy dinamikusan növekvő iparág, és sok lehetőség van a fejlesztésében. Erről az iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár beszélt egy konferencián. Fábián Gergely elmondta, fontosak a pályázati források és a külföldi szakmai kiállításokon való részvétel. Dinamikusan növekvő iparágról beszélünk, ahol akár kezdő vállalkozások is növhetnek nagyot. Maga a piac egyébként, az űripar globális elvétele, és itt egy Morgan-Stanley tanulmányra hivatkozok, ez 427 milliárd dollárról több mint 1500 milliárd dollárra fog nőni 2040-re, és egyik legjobban növekvő iparágról beszélünk, és azért itt vannak versenytársak a kvantumtól az AI-on keresztül. Két kamion is elütötte ugyanazt a gyalogost Kecskeméten. A férfi az úttest közepén sétált, amikor az egyik kamion, bár fékezésbe kezdett, már nem tudott megállni és elgázolta. A férfi átrepült a másik sávba, ahol a szemből érkező másik kamion alá esett. A férfi a helyszínen életét vesztette. Ez volt a Híradó, amely újra megnézhető a híradó.hu oldalon. Maradjanak, mert azonnal kezdődik a Nemzeti Sport Híradó Pál Pál előddel.